A Zemplén Kalandparknál találkoztunk a nagykárolyi fiatalokkal. Az erdélyi diákok a határtalanú program keretében érkeztek a Zempléni városba. Bővelkedett a programjuk az élményekben, hiszen már a látogatás vezérfonala is ezt tükrözte. A károlyiak és a rákóciak nyomába eredtek az erdélyi középiskola diákjai Zemplénben. Elsősorban azokat a helyeket látogattuk meg amelyek vagy kultúrtörténeti, vagy gazdaságtörténeti szempontból a két családdal kapcsolatos volt, és a térség számára, illetve majd, amikor a párciumban megyünk, az ottani térség számára fontos. Úgy gondolom, hogy a gyerekek amellett, hogy jól érezték magukat, nagyon sokat is tanultak a két család történetéről, a Sárospataki várban, a Füzéri vár felújított részeit végig látogattuk illetőleg Kőkapura mentünk, a Szerencsi Várat néztük meg, nagyon sok rétű programon vettek részt a gyerekek. A Kalazanci Szent József Római Katolikus Liceum, illetve a új helyi Katolikus Középiskola kapcsolata több évre nyúlik vissza, melynek köszönhetően már többször élvezték egymás vendégszeretetét az anyaországi és a határon túli magyar diákok és pedagógusok. Mi ide úgy jövünk, hogy a Szent Istváni vendégszeretetet minden alkalommal maximálisan érezzük, megkapjuk. Köszönet ezért a, a Sátoralja újhelyi Fogadó iskolának és a lelkes tanárainak, akik idén is most is a. a Bőséges programokkal, amiben bá tehát mindent, mindent megtalálhattunk, ami történelmi ismereteinket gyarapíthatta. A nagykárói diákok érzelmekkel és élményekkel töltekezve tértek haza új helyből. Nekem nagyon jól esett az itt eltöltött idő, mivel úgy éreztem, hogy mivel mi határon túl vagyunk, ugyanúgy fogadtak minket, ugyanúgy szeretnek minket, az itteni magyarok. A közös élmények pedig az új helyi fiatalokat is gazdagították. Jó határon túli fiatalokkal találkozni, sokat tanulunk belőle, és az ottani szokásokból is megtanulunk párat. A két iskola kapcsolata folytatódik, legközelebb az újhelyi katolikus középiskola diákjai utaznak Erdélybe, Nagykárolyba.